Jónak látszik, de vajon tényleg jó? Ha megnézzük ezt a cipőt... A cipőválasztásban segít dr. Pélei Iván ortopéd szakorvos. Egyszerű tippjeivel te magad ránézésre is el tudod majd dönteni, melyik cipő jó igazán a gyereknek, és melyik nem. Bedől a boka. A jó cipő azért fontos, mert a gyereknek még lazák a kötőszövetei. A lába csak most fejlődik, alakul. És nem csak a talpa, hanem vele együtt a bokája és a térde is. És ennek sajnos nem kedvez, hogy sokat jár kint is, bent is kemény talajon. Ha a gyermek növekszik, nem történik meg a korrekció, akkor ez szép lassan, főleg a nagyobb testűi gyerekeknél, a térdeket is X-be elviszi. A jó cipő legfontosabb feladata tehát, hogy védje a gyerek lábát a kemény talaj rossz hatásaitól. Ez tulajdonképpen inkább egy ilyen, tényleg egy ilyen védőcipő. Kezdjük az első cipővel. Tehát ez az első ilyen felállás, az első lépések, babakocsizás. Valószínűleg ti is hasonló babacipőt vesztek majd. Fontos tudni, hogy ezek a puha cipőcskék főleg kúszásra, mászásra valók, illetve az első tipegő lépésekhez. Ha már jár a gyerek, és sok időt tölt kemény talajon, azonnal le kell cserélni egy masszívabb cipőre. Akkor, amikor már úgy tartósabban a gyermek lábon van, akkor már ezek a cipők egyre kevésbé jók. Ugye a különbség a kettő között ugye élesen látható, tehát ennek már van egy jó masszív sarokágya. Nem a magasított szár a lényeg, az önmagában nem ad tartást. A jó cipő legfontosabb ismertetőjegye ez, a kemény hátsó rész, az úgynevezett sarokágy. Tulajdonképpen, amikor van tartása, tehát ugye én így meg szoktam kopogtatni, sarkát megfogja a gyermeknek, megtartja, tehát ugye ebből a helyzetből, amikor a boka bedől, ugye mutattam is, ugye és elviszi X-be a térdet, ez a cipő, ez tulajdonképpen ezt az egészet nagyon jól korrigálja. Ugye itt lehet látni, hogy a cipőnek ugye a tengelye, az így áll, ugye megint mutatom, ugye mind a kettő jobb lábas, ugye ennek a cipőnek a tengelye meg így áll. Tehát ugye ez a sarkat biztos, hogy nem tudja korrigálni, illetve értelemszerűen, ugye mutatom, nem is tudja megtartani. Tehát ez az, aminek semmilyen tartása nincs, ugye ez egy teljesen vékony vászon, tehát nincs sarokágya a cipőnek egyáltalán. Gyere, így ne! Látszik, hogy ez rendesen megfogja a sarkat, a bokát, ez pedig gyakorlatilag egyáltalán nem. Elég jó lehet látni a különbséget. Óvodai váltócipőnek is inkább ehhez hasonló zárt sarkú szandált válasz. A legfontosabb itt is az erős sarokágy, ami tartja a bokáját. Egy nagyon jó tartású sarokágy, a kérge van, elől már nyilvánvaló, lehet szellősebb, lehet nyitottabb. Tehát ez mondjuk egy ilyen óvodai vagy bölcsödei cipőnek, vagy váltócipőnek tökéletesen megfelelő. Ebből következik, hogy a hátulpántos szandál, a dorkó és a papucs hosszabb viseletre nem jók. Ha nagyon befelé dől a gyerek sarka, vagyis lúdtalpas, érdemes lehet speciális, úgynevezett szupináló cipőt venni. A szupináló azt jelenti, hogy kifelé dől a cipősarka néhány millimétert. Így a megfelelő helyzetben tartja a gyerek bokáját. Belül megtámasztja a sarkat, tehát ugye van benne egy sarokég, ennyi idős gyerekeknél, és rendes kérge van. Az tulajdonképpen a lábtőt az ideális helyzetben rögzíti. Fontos, hogy kívül és belül rugalmas legyen a cipősarka, hogy tompítsa az ütődéseket. Tulajdonképpen minden, ami a mesterséges kemény talajoknak a ütését, ugye mechanikai hatását tompítja, az kívánatos. Teszteld! Nyomkod meg így belülről is. Ha merev és kemény, a gyereknek sem lesz kényelmes. Itt tulajdonképpen a sarok rész a szerencsés, hogyha puhább, ugye belül is, illetve akár kívül is lehet ilyen ütés csillapító. A jó cipőtalpa ilyen ívelt. Segíti a gyerek mozgását. Azáltal, hogy a talpa ugye az eleje egy kicsit fölfele áll, a gyermek nagyon könnyen tud benne gördülni. Tehát könnyen, gördülékenyen tud benne járni, hát most egy kicsit ugye bohockodik. Tehát ugye ennyi rugalmasság az bőven elég, tehát felesleges az ugye, hogy így
össze lehessen gyűrni, sőt kifejezetten nem jó. A cipő orra legyen széles és lekerekített, hogy az ujjai kényelmesen elférjenek. Legyen rendesen befűzve a cipő, és legyen megkötve. A legjobb cipő is csak akkor jó, ha rendesen be van kapcsolva. Rendesen be nem fűzött és be nem kötött cipők, azok tulajdonképpen a cipőnek azt a lényegi tulajdonságát, hogy tartja a lábat, megfogja, azt elveszíti. Tépőzár a legjobb választás. A gyerek ezt gond nélkül be tudja kötni magának is. Végül a méretválasztásban is lehetsz profi. A jó cipő belül 1 centivel hosszabb a lábnál. A doktor mutatja, hogyan ellenőrizd. Jó, gyere, bújj bele. Így. És akkor most megmutatjuk, gyere, álljál fel. Gyere, ez az, jó. És akkor most így megmutatom, ugye, hogy be kell férnie a ujjamnak a sarka és a kérge közé. Akkor most sétálj benne, légy szíves!